Bemutatták Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán azokat a díjnyertes egyperces filmeket, amelyeket áprilisban a világ minden részén 24 óra alatt forgattak. Ez egy világjáték. Összekapcsoljuk a világot erre 24 órára, idézőjelben 24, hiszen az időzónák miatt ugye szétcsúszik az egész. De a lényege az, hogy egyperces rövidfilmeket kell készíteni. A téma a Föld. A témát tudják előre, de kapnak bizonyos pontokat, amiket be kell építeni a filmbe, azért, hogy abban 24 órában csinálják meg a filmeket. Ugye ez logikailag bele kell építeni azt, vagy azokat az elemeket, amiket mi adunk akkor a rajt pillanatában. Amit mindenki megkapta külön-külön, illetve időzónánként kapják meg a játékban résztvevők. Az egész világról érkeztek filmek, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, afrikai országokból, Európából, több országból, az Amerikai Egyesült Államokból, tehát minden kontinensről érkeztek filmek. Nagyon érdekes volt a számunkra, hogy viszonylag sok magyar vett részt, a világ különböző pontján élő magyar filmkészítő küldött be filmet, nagyon sikeresen szerepeltek, és ugye ez egy folytatása volt az, ami miatt mi ma összejöttünk. Cannes-ban a fesztivál ideje alatt, a Cannes-i filmfesztivál ideje alatt volt egy rövid filmes világfesztivál. A Shoot for Earth, vagyis a Forgass a Földért című világjáték elnyerte a legjobb rövidfilmes produkciónak járó Best Production díjat a Global Short Film Awards-on Cannes-ban. Mobiltelefonnal készült filmeket válogatták be ebbe a rendszerbe, és két film kapott díjat is. És magát a Shoot for Earth, vagy a Forgass a Földért világjátékot, mint a 2021-es legjobb produkciónak járó díjat kaptuk meg, tehát ezzel a játékkal. Azt hiszem, ez egy komoly elismerése a filmes szakma részéről, hogy ezeket a tehát, hogy a mi játékunkat ilyen formában elismerték. Look around. Isn't this beautiful? This is our world. Our inheritance. Got this wonderful world as our inheritance. But we didn't treat it well. A díjat Carl Bárdos, a program művészeti vezetője, az Arts New York University professzora adta át. Ő azt mondja, azért kapta a Shoot for Earth az elismerést, mert egyperces filmeket készíteni élőben 24 óra alatt kivételes teljesítmény. Én minden előadásomat három kérdéssel kezdtem. Lehetne 200-an, lehet az osztályom, ami 25. A következő a kérdés. Első. Kérem, emelje fel a kezét az, akinek a zsebében nincsen mobiltelefon. Senki nem emeli fel a kezét. Második kérdés. Emelje fel a kezét az, aki soha életében még egy fotót sem készített a telefonjával, telefonkamerával. Senki. Harmadik kérdés. Most az emelje fel a kezét, aki soha életében nem forgatott még egy csipetnyi videót sem a mobiltelefonos kamerával. Megint nem. Hát miről beszélünk itt? Hát ebből az következik, és ez az alcíme az én könyvemnek, amit most írok, hogy Hollywood ott van a zsebünkben. Mindenkinek a zsebében ott lapul Hollywood. Egy teljes stúdió lapul a zsebükben. És én ezt tanítom, ezt magyarázom, hogy hogyan lehet a mobiltelefont úgy használni, mint egy teljes stúdiót. Miért? Írni lehet vele forgatókönyvet, ötletet lehet létrehozni, ki lehet fejleszteni a forgatókönyvet a telefonon, több ezer alkalmazás van a boltban, a telefonboltban, ami filmcsinálásra van kitalálva. Minden egyes lépése a filmcsinálásnak rajta van a telefonon, mint alkalmazás. A professzor szerint a régen csak beszélgetésre használható telefon napjainkban már alkalmas professzionális filmek forgatására. Lehet helyszíneket válogatni, lefotózni a helyszínt, lehet a próbákat lemonyolítani, ki lehet dolgozni a forgatási ütemtervet rajta, a költségvetést meg lehet csinálni a telefonon, le lehet forgatni a telefonon a filmet, utána montírozni lehet telefonon, és rá lehet tenni az internetre. Mi kell még? Carl Bárdos azt mondja, a mobiltelefonos filmezésnek köszönhetően a jövőben egy sokkal hozzáértőbb közönség fogja nézni a felvételeket.